ricinus olaj és savanyú víz. Ezt a két csípős és kissé avas gyógyszert ajánlja, illetőleg tukmálja rá a gyerekekre Andrew kisasszony a Mary Poppins előadásában. Nálunk ezt a félelmetes, ám annál szórakoztatóbb szerepet Pándi Piroska és Sáfár Mónika játsszák, akikről előjáróban annyit elárulhatok, hogy egyáltalán nem olyan félelmetesek, mint azt elsőre gondolnánk. Szeretem, imádom. Imádom, hát egész egyszer alig várom már mindig. Nagyon, nagyon. Ugye nem tudjátok, ki vagyok? Dehogy nem! A kanalas rém! Arcátlan kölyök! Sajnos saját magamból merítettem, úgyhogy ezúttal mondok köszönetet a családomnak, hogy elviselt a próbaidőszak alatt, mert ezt én sokat próbáltam otthon és a gyerekemen is, úgyhogy mondtam, hogy most már elég félelmetes, most már hagyjam abba. A csodás Dadát ugye elhívja a Winifred, és hát ugye George úgy beszél róla, hogy mindent ugye tőle tanult, és a szigorúságot, és a precizitást, és mindent. Tehát nagyon, nagyon sok jót mond a Dadáról. Erre föl szó szerint megjön egy rém asszony. Na most kolléganőm is ugyanezt mondta, hogy hát Pirikém, azt mondta, te is imádod a gyerekeket, meg én is, ez lesz a legnehezebb dolgunk, hogy már a próba folyamat. Na, hogy elmondtam a gyerekeknek, mondom, sose felejtsétek el, hogy Piri néni nagyon szeretem benneteket, csak arra a 20 percre, na arra nagyon szigorú és gonosz leszek. Csak semmi nézet, ez a vittas nézet, a ricinus olaj. Pár perccel vagyunk a Mary Poppins előadás előtt, én már jelmezben, Mónika még nem, ő csak a második felvonásban érkezik, mint kanalas rém. Mikor játszottál először itt a színházban? Hú, 1991-ben, akkor hívtak meg a Mária Evangéliuma castingjára, még nem is volt akkor az divat. Ez már az? Ez a két kép, ez akkor történt. Ellenről neked én azt láttam. Komolyan? Én képzeld el, hogy nekem... Hoztak a szülei pólyában? Nekem az egyik első madárszínházas élményem volt a Mária Evangéliuma. Jé. Veled. Nagyon sokszor váltottál műfajt. Ez az első opera, ez a Boito Mefisztofeléjének a Margit főszerepét játszottam. Elmentem Szegedre, próbát énekelni, és azt mondták, hogy tessék, itt egy főszerep. Ahogy ez a mesében van tényleg. És utána jöttek sorban Szegeden, ez a Nabukó, Verdi Nabukójából az Abigail. Engem, aki ismer, az mindenki tudja, hogy főleg ugye az opera irodalom csodás műveit énekelgettem idáig, és annak idején az Operett Színházba kezdtem az életemet. És aztán jött ugye az opera, de hát nem lettem hűtlen se az operetthez, és aztán még szélesítettem a palettát. Valahol titkon úgy reméltem, hogy talán a Fantom után, ha jön valami olyan darab, amiben esetleg még meg tudom mutatni a komikai vénámat, mert a Fantom után nagyon sokan mondták, hogy hát mi csak azt tudtuk, hogy maga gyönyörűen énekli a Verdiket és a Puccinit, meg hogy az Interoperet, meg hogy az Operett Színház, meg hogy néha a magyar nótát is énekel, és hát ugye azt, hogy az embernek van egy komikai vénája, ehhez kellett egy rendező, ehhez kellett egy bizalom, hogy én ezt megmutathassam. Borzalmas illat és förzelmes íz, de sok benne a cink és a vas. Figyelni kell az éneklésre, ezer dologra, a prózára. Nagyon sok munkánk van a kellékkel. Aha, megnézzük. Hát meg kell néznem, tudod, hogy kibírom-e húzni a számmal, hogy van beledugva a dolgok. Aha, nagyszerű. Hát ezt mindig le kell ellenőrizni, mert ha nagyon be van dugva... Szemölcs van. Jó, van. Miért nem olyan, hogy kiállt? Igen, és akkor szőrös. Olyat akartok? Igen. No, majd szólok a Mariannak, hogy amikor veletek vagyok, akkor szőrös bebércsók legyen. Szóval ilyen még nem volt a pályámon, és nagyon örülök neki, hogy ez is megy. Tehát ez egy jó dolog. Hát
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre nagyobb a nézők érdeklődése és szeretete a Mary Poppins iránt, ezért a színház vezetősége rendkívüli januári előadásokat tűzött műsorra. Ezekért a jegyekért is hatalmas sorokban várakozott a közönség. A következő két hónapban újra láthatóak lesznek a Madách Színház sikeres zenés előadásai. Ezekre és az összes többi előadásra is már nem csak a színházban válthatnak jegyet, hanem az Allé Bevásárlóközpont földszintjén kihelyezett jegypénztárunkban is. December 23-áig hétfőtől szombatig 12-től 20 óráig, vasárnap 12-től 19 óráig várjuk kedves nézőinket. A Mary Poppins után október 26-ától 31-ig újra látható lesz Andrew Lloyd Webber klasszikusa, a Jézus Krisztus Superstar, amelynek jövő héten lesz a 100. előadása.